A Szent István Általános Iskola Alapítványa pályázatot nyújtott be a Tornyai János Város Rehabilitációs Program 2-es keretére, amellyel összesen 21 rendezvénye megvalósítására közel 2 millió forintot nyert. A program során Sportakadémia címmel önálló előadássorozatot is indított az intézmény, amelyben élsportolók, többek között dr. Molnár Tamás vízilabdázó meséltek életútjukról. A tegnapi előadáson pedig Talmácsi György tanár, városunk sporttörténetének kutatója beszélt a diákoknak Hódmezővásárhely elfeledett jeles sportolóiról, a város sportsikereiről a Környezeti Információs Központban megtartott eseményen. Mint mondta, a fiatal sporttehetségek számára fontos tanulságokkal járhat elődeik eredményeinek megismerése, hiszen a sport mellett az élet egyéb területein is kiemelkedőt nyújtottak. Az első a vásárhelyieség. Tehát ezek a sportolók ezerszállal kötődtek Hódmezővásárhelyhez. Mivel mi kisváros vagyunk, általában úgy alakultak a sportsikereik, hogy amikor feltűntek, akkor felkerültek egy budapesti sportegyesületbe, és ott érték el legnagyobb sikereiket. Akár olimpiára kerültek, akár bármelyik világversenyre, de azért mindig Hódmezővásárhelyének maradtak. Ez az egyik, amit szeretnék kidomborítani. A másik pedig az, hogy amikor ezeknek az embereknek a teljes életpályáját mondom el, akkor kiderül belőle, hogy nem csak sportolók voltak, hanem fantasztikus emberek. Itt a legkiemelkedőbb sportolóink között van pénzügyminiszter, van ezredes. Az egyesületi időszak előtt sportolt többek között az úszó, atléta, kerékpár versenyző Gál Dániel, aki sorozatosan nyerte a magyar bajnokságokat, Szatmári Tihamér vívó pedig Magyarország örökös bajnoka lett. A Sportakadémia előadásai pszichológiai és egészséges táplálkozásra vonatkozó útmutatással folytatódnak majd, de kosárlabdázókat is vendégül látnak majd a program során. Gémes Levente most már ugye edzősködik és elhagyta Hódmezővásárhelyt, jeles és bajnok kosárlabdázónkat szeretnénk meghívni és vele beszélgetni, illetőleg aki a kis szűk berkeink közt van bent, Szabó Tamás kollégánk, aki ugye Európa-bajnokságra kijutott, úszik, mai napig is úszik, és ezt szeretnénk a gyerekek, hogy meglássák, hogy itt vannak a példák közöttük, és hogy igenis tisztelni, és ők adnak útmutatást. A nagyszabású programsorozat decemberben a Mikulás futással kezdődött, és eddig 9 alkalommal zajlottak különféle programok az alapítvány szervezésében. A változatos sportrendezvények április végéig zajlanak majd a belvárosban.